Becsengettek, megkezdődött a tanév az általános és középiskolákban. Jó idő, sokan voltak a tanév előtti utolsó hétvégén is a Balatonnál. Első meccs, 10 év után alakult újra a foci csapat Igalon. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Másfél millió diáknak kezdődött meg hétfő reggel a tanév az általános és középiskolákban. Somogyban is iskolapadba ültek a gyerekek, a Boglári Általános Iskolában 200 diáknak csengettek reggel 8 órakor, és rendben elindult a tanév a Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban is. Igyekszem majd megtanulni mielőbb az ABC, és meglepem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Mintegy 200 diáknak kezdődött meg a tanév a Boglári Általános Iskola alapfokú művészeti iskolában, közülük 36-an elsősök. Mi leszünk az első B-sek? Nem fogjátok elfelejteni? Nem. Tehát az első B osztály. Mindenki most oda leült a helyére, és arra kérlek benneteket, hogy nézzük meg azt, hogy mi van az iskolatáskátokban. Például keresse meg mindenki a tolltartóját. Izgatottan várták az első tanítási napot a kisdiákok, akik nem csak új tanszerekkel, hanem szülői jó tanácsokkal is érkeztek a Boglári intézménybe. Hogy a tanítónénire kell figyelni? Hát arra a tanórára. Meg hogy jó legyen az iskola, meg jól viselkedje. Mit szeretnél leginkább megtanulni, vagy mi az, ami nagyon érdekel itt a suliban? A számok meg a betűk. A vakáció kezdetével nem ért véget a munka az iskolában, hiszen egy kisebb felújítás ekkor kezdődött meg. Az önkormányzat, illetve tankerület segítségével teljes körű vizesblokk felújításunk van, 25 millió forintos beruházás. Szülői támogatással pedig parketta felújítás, valamint a termekben tisztasági festés is történt. Az első napok az ismerkedéssel telnek, hiszen nem csak az első osztályosoknak új a környezet, hanem több felsőbb osztályba is érkeztek új diákok. A Balaton-Boglári intézménybe 3 új pedagógus is érkezett az új tanévre. Mint az iskola igazgatója elmondta, a helyi önkormányzat idén is segítette a családok iskola kezdését. A tankönyveket a kormány ingyen biztosítja, a füzeteket pedig az önkormányzat támogatásával kapjuk. Már a tavalyi évben, illetve több évvel ezelőtt elkezdődött ez a projekt, és hála Isten idén is folytatódott. Ez pedig már a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium, ahol több mint 500 diák kezdte el az évet. A 9-esek 142-en vannak. Jó, Egyes Roland. Jó, Roland, honnan? Gazdasági tagozatra jöttem, és Balatonfüredváron. Az első nap általában még nem tanulással, hanem az újak számára ismerkedéssel, illetve élménybeszámolóval telik. Kettől azonban már mindenkire munka és néhány új szabály is vár. Sok minden történt a nyáron, felújítások történtek a nyári karbantartás során, több épületrész megújult, egészségügyi festés történt, illetve változtak a törvényi környezet is változott, és ennek megfelelően átalakítottuk az alapdokumentumainkat. Mint minden tanévelé most is nagy várakozással tekintünk, bízunk abban, hogy ki tudjuk hozni a lehetőségekből a lehető legtöbbet, a diákok és a tanárok egyaránt, ezen dolgozunk. Fontos változás az iskolákban, hogy a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat a tanítási idő alatt. A legtöbb intézményben már reggel összeszedik azokat, és a fiatalok akkor kapják vissza, ha már nincs több órájuk. Bár az iskolai tanév kezdetét vette, ez az időjáráson egyáltalán nem érezhető. Így vannak olyan intézmények, ahol rövidített órákat tartanak, amíg tart a kánikula. Mintegy 12 millió tankönyvet szállított ki 20 munkanap alatt a posta az oktatási intézményekhez, közölte a Magyar Posta ZRT hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a társaság és a könyvtár ellátó non-profit Kft. Immár 10 éve közösen végzi ezt a szállítási feladatot. Ahogyan eddig is, idén is hiánytalanul és határidőre kapták meg a tankönyveket az iskolák. A tankönyvek kiszállítása az iskolákkal előre egyeztetett időpontban, előre tervezett és ütemezett módon történt. 3952 iskolába 11,6 millió tankönyvet vittek ki a társaság munkatársai, írták.
Közölték azt is, hogy a vállalat már februárban megkezdte a tankönyvek szállítására való felkészülést, a könyvtárellátó non-profit Kft.-vel egyeztetve szállítási ütemterv készült, ez alapján történt a csaknem 9000 raklapnyi tankönyv célba juttatása. Az augusztus végi kiszállítást követően várhatóan szeptember második felében kezdődik az eddig eleadott iskolai pótrendelések teljesítése, áll a közleményben. Gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt ismertette, hogy a termelővédelmi törvénycsomag a meglévő piacszabályozási eszközök fejlesztésével és új szabályozási elemek megteremtésével javítja a termelők felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetét. A legtöbb új szabály a szükséges felkészülési idő biztosítása érdekében 2025. január 1-től lép életbe. Az államtitkár kifejtette, hogy az intézkedés egyik eleme szerint 30 napon belül meg kell majd fizetni a termelők árujának ellenértékét, késedelem esetén a felvásárló bírsággal sújtható. A tanév kezdete előtti hétvégén is sokan pihentek a Balatonnál. Zamárdiban és Balatonföldváron is megteltek a strandok. Balatonbogláron pedig a bobozás és a túrázás volt népszerű a családok körében. A szakemberek szerint, amíg marad a jó idő, hétvégente marad a nagyobb forgalom a tónál. Sokan pihentek vasárnap délelőtt a zamárdi szabadstrandon. Voltak, akik a parton, amíg mások a vízben kapcsolódtak ki. Sok kisgyerekes család döntött úgy, hogy még a tanévkezdés előtti utolsó napot is együtt töltik. Zamárdiban a Balatonparton vagyunk két gyerekkel, holnap kezdik az óvodát meg az iskolát, de próbáltuk kihasználni teljes mértékben, és nagyon élvezik. Voltak, akik aktívan töltötték a szünet utolsó napját is. Balatonbogláron a bobpálya volt az egyik legnépszerűbb családi program. A szülők azt mondják, a tanévkezdés sok stresszel jár, nem egyszerű nekik sem és a gyerekeknek sem visszaszokni a hétköznapokba. Eléggé stresszes, mert nagyon sok mindent össze kell szedni, a gyerekeket is fel kell készíteni kicsit, már vissza kell térni a normál menetrendre, napirendre. Ugye kicsit nyáron engedékenyebbek a szülők, hogy később mennek ágyba, vagy tovább játszanak, esetleg tévéznek, és akkor ezeken változtassunk, hogy nekik is könnyebb legyen átállni a normál tanévben megszokott napi rendre. Ez a család Bodrogról érkezett Balatonboglárra. Megnézték a gömbkilátót és a kalandparkot is kipróbálták. A szülők igyekeztek a gyerekeknek tartalmas nyaralást szervezni. Martin azonban már várja, hogy újra barátaival legyen. Az iskolát igen, a tanulást annyira nem, de őszintén a barátok miatt azt várom. A szakemberek szerint, amíg marad a jó idő, hétvégente marad a nagyobb forgalom is a tónál. Azt gondolom, hogy az idei nyár megmutatja, hogy a jó idő az vonzza a vendégeket, és a augusztus 20 után megszokott rossz idő vagy időjárás változás sem következett be, sőt az elkövetkezendő hetekben is kitűnő strandidő várható, úgyhogy nem vagyok egyáltalán meglepődve. Sőt, ha megnézzük azt a folyamatot, ami most már lassan 10 éve zajlik, azokat a strandfejlesztéseket, beruházásokat, amelyek megvalósultak a Balaton környékén is, akkor ezek mind lehetőséget biztosítanak arra, hogy kulturált, jó minőségi környezetben tudjanak kikapcsolódni a hozzánk érkező vendégek, a strandolni vágyok. A Balatonhoz érkező vendégek nagy többsége, mintegy 70%-a volt ebben a szezonban belföldi turista, amíg a maradék 30%-ot a közeli országokból érkezők adták. A MÁV balatoni járatai a főszezonban több mint 1,2 millió utast szolgáltak ki. Ez a szám a díjmentesen és különösen a vármegye vagy országbérletekkel utazókkal együtt több százezres nagyságrenddel nagyobb. A legtöbben természetesen a Balaton és Tópart Intercity-ket vették igénybe, közel 1 millióan utaztak ezekkel a főszezonban. Az utasigényekhez alkalmazkodva pedig az utószezonban is külön menetrenddel segíti a vasúttársaság a Balatonhoz való eljutást. Szeptember 22-ig Budapestről és több dunántúli városból is sűrű közlekedéssel, átszállás nélkül lehet majd eljutni a Balatonhoz, áll a MÁV közleményében.
Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni Erzsébet táborok. Több mint 40 ezeren kapcsolódtak ki hétről hétre a zánkai, a fonyódligeti és az erdélyi Erzsébet táborban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek is. A zánkai és fonyódligeti táborokban mintegy 700 intézményből érkeztek csoportok, országszerte 510 településről, valamint a határokon túlról is. Az államtitkár kitért arra, hogy idén is ingyenesen utazhattak a csoportok a balatoni táborokba és haza. A lehetőséget több mint 22 ezer táborozó vette igénybe. A vonatutat az Erzsébet Alapítvány szervezte és kormányzati támogatással finanszírozta. Több mint 10 év kihagyás után népesült be újra az Igali focipálya. A település új vezetése fontosnak tartja, hogy népszerűsítse a sportot és a mozgást, emellett szeretnék újjáéleszteni a nagymúltú futballcsapatot is. Igal az első mérkőzésen Andocsot fogadta, és a hazai nézők örömére 6 gólos győzelmet aratott. Hajtsunk 100%-ot, adjuk be! Figyelj! 3-4! Igal! Ismét sípszótól és szurkolástól volt hangos az Igali focipálya. Több mint 10 éves kihagyás után rúgták a bőrt a somogyi településen. A kezdeményezésnek a helyiek is örülnek. Amikor ide kerültem Igalba, akkor még volt foci csapat, csak utána meg is szűnt, úgyhogy most újra lesz. Reméljük, hogy jó lesz. A játékosok többsége helyi vagy környékbeli amatőr és tapasztaltabb focista. A játékos keret pedig meghaladja a 30 főt, közöttük vannak 15 és 40 éves sportolók is. Toponári labdarúgásnál játszottam 2 évet, és szólt az edzőm, és akkor így visszajöttem ide. Hát én itt kezdtem focizni, örülök neki, hogy visszajöhettem, ennyi néző előtt játszhatok. Remélem, jó fog sikerülni ez a pályafutása Igalnak. A házigazda Igal már hónapok óta készült a megmérettetésre, augusztusban több edzőmérkőzést is szerveztek. Július közepén kezdtük az edzést, heti 2 edzés volt a programba, mellette pedig 4 edzőmérkőzést szerveztünk le, abban sajnos csak 2 valósult meg, de a másik 2 esetében pedig, mivel olyan bő a létszámunk, hogy akkor azt lejátszottuk egymás között. A településen az 1940-es évektől létezett helyi futballcsapat. Az utóbbi egy évtizedben azonban kevesebb figyelmet fordítottak a sportra, így az teljesen megszűnt Igalon. Azt szeretnénk, hogy itt egy igazi közösség alakuljon ki, egy sportszerető közösség, de nem csak a labdarúgás a cél. Fociban nyilván azt fogalmaztuk meg elvárásnak, hogy több gólt rúgjunk, mint amennyit kapunk, de azt szeretnénk ez mellett, hogy igenis legyen egy olyan összetartó sportbaráti közösség Igalban, akik a szabadidejüket minőségi módon tudják eltölteni. Ez méltóan igyekeztünk ugye a pályát rendbe rakni, mint tulajdonképpen megcsinálni mindent ahhoz, hogy akik kilátogatnak, azok minőségi szórakoztatásban legyenek. A pontvadászatot kiválóan kezdte a házigazda, 6-szor találtak Andocs kapujába, ezzel pedig megnyerték az első mérkőzést. Igal legközelebb az Ádánt KSE csapata ellen lép majd pályára szeptember 8-án. Becsengettek, megkezdődött a tanév az általános és középiskolákban. Jó idő, sokan voltak a tanév előtti utolsó hétvégén is a Balatonnál. Első meccs, 10 év után alakult újra a foci csapat Igalon. Ennyi fért mai hírösszeállításunkba, tartsanak velünk holnap is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra, vagy YouTube csatornánkra. További kellemes estét, viszontlátásra!